sziasztok, remélem jól vagytok. Ma jön egy új francia lecke, olyan szavakkal, amiket már ismertek, mert magyarul is használjuk őket. Szóval, mint például l'amour. Nem tudom, hogy ezt tényleg használjuk-e magyarul, de mindegy, ezt így találtam az interneten, szóval azért kénytelen voltam mondani. Manicure, az a manicure franciául ugyanúgy és ugyanazt jelenti. A mannequin, az is mannequin franciául, mannequin ugyanazt jelenti, modell. A masszázs is ugyanaz, masszázs, masseur, masseuse, massage, masseur, masseuse, franciául ugyanúgy mondják és ugyanazt jelenti. A menü ugyanaz, menü. Migrén, migrén, az a nagyon fájdalmas fejfájás, migrén. Miniatűr, miniatűr, ugyanaz, kicsibe valami. Mignon, az az aranyos franciául, mignon, mignon. Azt mondjuk például egy kisbabára. Aj, le mignon, jaj, de aranyos, mignon. Omlett, omlett, az a tojás rántotta. Parfüm, azt úgy mondjuk franciául, hogy parfum, de ugyanúgy írjuk, mint magyarul, parfüm, parfum. A pedicure az franciául is, pedicure. A pissoir, az a pissoir, az a férfiaknak a pisilni való WC, máshogy nem tudom mondani, pissoir. Pissoir, szóval a pissoir, az a vizelde, pissoir. Plafon, az is franciául plafond, plafond, tudjátok, ez a hang, plafond, plafond, plafond. A püré, például a krumpli püré, az is franciául ugyanúgy, püré, püré de pomme de terre, püré de pomme de terre. Pomme de terre, az a krumpli, és konkrétan azt jelenti, hogy pomme, az az alma, de, az, hogy honnan jön, és terre, az a föld. Szóval alma, föld, az a krumpli, pomme de terre. Purée de pomme de terre. Rasse, az a race, franciául, az a fajta, szóval ugyanúgy, ugyanazt jelenti franciául is, race. Reklám, azt a 80-as években körülbelül használtuk azt úgy, hogy azt a szót franciául, hogy reklám. Most inkább azt használjuk, hogy publicité. Publicité. De ugyanazt jelenti, hogy reklám. Reklám, publicité. Reklámot is lehet használni, mint francia szó, de már nem használjuk annyira. A reticule szó, amit ridiculnek is szokta mondani a nagyi, az franciául ridicule, és ridicule az azt jelenti, hogy mókás, nevetséges. Szóval franciául abszolút nem azt jelenti, hogy kézitáska, vagy ilyenek, vagy bármi mást. A ridicule franciául csak azt jelenti, hogy nevetséges valami, vagy valaki. Ridicule. Ah, hogyha látsz valakit, aki olyan hülyén néz ki, és azt mondod rá, hogy oh, il est ridicule, jaj, hülyén néz ki, vagy jaj, nevetségesen néz ki. Il est ridicule. 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 A rouge, hát az a szín, rouge, az a piros. Szóval, amikor olyan rouge-ról beszélünk, amit a szájra kell rakni, azt inkább úgy hívjuk, hogy rouge à lèvres, és nem csak úgy, hogy rouge. Szóval rouge à lèvres, az ajkakra piros. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Mert a rouge egyedül az csak piros, és nem tudjuk, hogy miről beszéltek, ha csak azt mondjátok, hogy rouge. A champignon, az a gomba. Champignon. Champignon. Gomba. Champignon. Magyarul. A chance, az chance, franciául is, ugyanúgy esély, lehetőség, de az azt is jelenti franciául, hogy szerencsés valaki. Oh, il a de la chance! Oh, hát ő szerencsés. Il a, neki van, de la chance, szerencséje. Il a de la chance. A chanson, azaz ének, chanson,
ének. Chanson. Ez nagyon könnyű kimondani franciául. Chanson. Chanson. Chanson d'amour. Szerelem ének. A chauffeur is chauffeur franciául. Chauffeur. A saison, az a saison, az a négy évszakok. Les quatre saisons. Na mondok még kettőt, aztán abba hagyom. A szósz, hát az a szósz franciául is, la sauce, a húsra rakni a szószt, pour mettre sur la viande, a húsra. La sauce pour mettre sur la viande. És a charme franciául, az a kisugárzás, le charme. Szóval le charme. Tudjátok, hogy mi ez a charme, nem kell elmagyarázni, hát franciául ugyanazt jelenti, le charme. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, mindent a videó alá írok franciául, mert még akkor is, ha magyarul ugyanúgy mondják, franciául nem feltétlenül ugyanúgy írjuk, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Lehet, hogy nem egy medencéből, de valahonnan biztos. Sziasztok!